Lapodolok valami utcán, fényhez megy a falu. Hello. Hello. Szia. Csá, Géza vagyok. Én meg Benzon vagyok, a zsóvalós. Gyere be. Tiéd itt a ház elé az öröges mocskos kutya. Hát igen, engemet is idegesít. Majd elveszem egyszer agyonlövetni, de nem nagyon van időm. Hát a franc, majd én elintézem kifelé menet. Úgyis itt van nálam a hangtompítós puska. Szóval, te itt laksz? Hát igen, egy kicsit geci szag van. Hát igen, azt érzem. Hát itt szoktam dugni a kurváimmal tőled. Na, dobd le magad. Mit iszol? Kösz, nem kérek semmit. Mi lenne, ha rögtön rátérnénk a tájra? Szóval milyen melóról lesz majd szó? Hm? Hát engem kell majd felezned. Ó, hát az nem is olyan nehéz. Ilyet már csináltam az előtt is. Jó pénzért én mindent elvállalok, tudod? Szakmai tapasztalatod? Szolgáltam pár évig Irakban, bombáztam Bagdadot, részt vettem a szomáliai vérengzésekben, orrlőészkedtem, kinyírtam néhány ligját, utána elmentem a Vörös Brigád dallamhoz. Sajnos kisfiam! Aztán már neked egy kis pörkölt. Mamikám épp tárgyalnánk. Jó napot! Jó napot! Na, hoztam neked egy kis bérkapörköltet a bejletbe, baszd be a hűtőbe! Kösz szépen, de igazán nem kellett volna. És már... Ki ez a kurva? Megmondtam már, hogy ne gyere ide, amikor tárgyalok, meg egyáltalán sose, fogd már fel, ő csak egy zsódus, elég, hogyha ennyit tudsz. Na jó van, te tudod. Na jó van, kopjál már le, most már franci gyerünk. Aztán erre baszd a melót. Oké, szia. Fegyverekre is szükségem volt. Zsolti ajánlott egy fegyverdílert. De hogy ezek a rohadékok átszázták magukat, attól mindig borsódzott a hátam. Zsolti elárult a titkos jelszót is. Nem hallgatott a szép szóra. Rábaszott a fekete lóra. Csumi. Barta mondta, hogy te vagy a fegyverdílerek közt a best. Á, Barta, rég láttam őt. Hogy van? Mit tudom én, de szerintem ez most nem lényeges. És mire lenne szükséged? Robbanó anyag, kézi fegyverek? Ja, Desert Eagle, M3-os Benelli, M16-os Karabély, M203-as gránátvető, ja és egy szigonypuska. Rendben, foglalj helyet. Köszi. És még valami ezen kívül? Kell még egy csomó... Tudod mit? Inkább adok egy listát a kiegészítőkről, felszerelésről és az ősszermennyiségről. Így egyszerűbb lesz. Mikorra? Minél előbb, annál jobb. És a pénz? Hát, azt a szokásos módon az átvételnél. No, ez is jó szar volt, bazd meg. Mi az a szar volt? Hát az jobb, csinálja jobbat, bazd meg. A narancs az jó volt, de a többi a szar. Ja, hát akkor mit főzök én neked, mondd már meg? Jobb lesz, ha nem főzölte nekem most már semmit sem. Fiam, meg ne kóstold azt, amit az anyád csinál. Tiszta szar. Na, visszahoztam ezt a szarbírt a pörköltet. Nem ízlik, hogy ízlik. Na, Nesze, itt vannak a törlő rongyok. Na, jó van. Feltakarítom vele a hányásomat. Milyen hányás? Miről beszélsz? Az egész birka pörköltet kihánytam, olyan szar volt az egész, mint az állat. Akkor majd legközebb csinálunk marra pörköltet neki. Na, inkább ne szfézzél nekem semmit, jó van? Jó van. Szava. Háj, nem igaz, hogy nem lehet rendesen köszönni, bazd meg. Kap be, hülye picsa. Szevasz, Miki. Készen állok a öltésre. Ma éjjel indulok is. Visszaszerzem a keciktől a kokszot. Számíthatsz rám.
Mi van? Géza megszerezte az árut. Gyere már át, bazd meg. Oké, rendben. Megyek. Na baszod, Géza most szól telefonon, hogy készen áll. Nem sokára viszont láthatjuk a mi kis kokainunkat, mit szólsz? Csak egy kicsit fosok, hogy ez a pöcse elbasz mindent. Úgyhogy utána kéne mennünk. Én magasról húgyozok az egészen, remélem ott döglik mond az a rohadék. Hát én is remélem, hogy megdöglik. Tudod, mennyi pénz fekszik ebbe a dologba? Ha bejut a kokain biznisz, kibaszott gazdagok leszünk. Nekem minden pénz megér, hogy Gézát holtan lássam. Miért utálod ennyire? Mit mondhattam volna? Kurvára nem volt kedvem jópofizni ez az egész szarsághoz, de szégyeltem, hogy beégtem Géza előtt. Úgyhogy befogtam a pofámat. Ha esetleg sikerrel kihozza a zárult raktárból, onnantól fogva fedezzük majd őt. Kibaszás lenne, ha egy rutin rendőrségi ellenőrzés rám bukna le. Ezt nem hagyhatjuk, igaz, tesó? Na és vajon mi lesz a dolgom? Állj, figyelj, én már kigondoltam mindent előre. Majd megyünk kocsival, téged kiteszlek valahol háttérbe, és fényképezgetni fogsz, tudod majd a fotóalbumunkba. Én hadd döntsem már el, hogy mit csináljak azért. Majd el fogod dönteni akkor, hogyha te leszel a nagyfőnök. Most csak egy pöcs alfőnök vagy, úgyhogy kussoljál. Na jól van, kussolok, bazd meg, és elmegyek. De ha még egyszer egy rohadt Géza kap ilyen komoly melót, én kiszállok a picsába. Jaj, de jó. Végre hazajöttem. Luka, mit csináltál? Szia. Dolgozni voltam, bazd meg. Jaj, totál ki vagyok. Utoljára álltam azon a rohadt placon, bazd meg. Legközelebb keresek valami jobb helyet, ahol le is lehet ülni, vagy valami. És te mit csináltál? Hát én ebből a könyvben nézegettem az ábrákat, tudod? Mit? Ja, te még olvasni se tudsz. Hát igen. Szerintem az olvasás olyan nehéz, meg annyira unalmas, nem gondolod? Hát azért vett te ilyen hülye picsa, mert nem tudsz olvasni, érted? Megtanulhattál volna régebben. Hát azért te sem vagy semmi, én azt mondom. Hiszen te is csak egy lutyó vagy, aki a klánnak dolgozik. Nem, meg ki a fasz? Nézd már ki. Hülye. Sziasztok! Jöttünk dugni. Jó, gyertek be, van épp szabad óránk. Na szevasz, Nóra, itt van, küldött Miklósnak el egy oklevelet, nesze. Jaj, már még egy ilyen szar. Pénzt nem tudott volna küldeni? Hát tudod, mi a fasz, Miklós? Ez meg mi a fasz? Ez már az előző részben is benne volt. Na, jó, biztos hogy nagyon nagy volt. A fuha levél. Süllyessél, bazd. Hallottunk ám szállít majd. Félek le van kapcsolva. Micsoda? Ez a teherótó tele van narkóval. Ne szórakozzanak már, bazd még. Faszom az. Gyorsabban pakoljál, mert ketté rúgom a szaros picsát. De is tele van a faszát. Behúzzak egy? Nyugika. Ne hagyjátok magatokra! Te mi a faszomat keresel itt? Ez hatóság elleni erőszak, ezért életetek végéig sitten fogtok rohanni szemét gengszterek. Majd te fogsz a föld alatt rohanni, te köcsök. Ekkora balfaszok vagytok ti. Na gyere már! Azt mondtad szarni, mész, mi a franc tartott akkor ennyire? Ennyire alatt ki is verhetted, bazd meg. Jó. Ha még jó. Egy ilyen előfordul, én kirúgatlak azzal a köcsök Zsoltival, világos? Oké, oké, jó van. Vigyed már kifele ezt a szart. Jó van, Vilikem, jó van. Zsarukkal mi legyen? Hogy? Majd este Gézával kinyírjátok őket a határba. Remélem nem gond. Nem, dehogy semmi probléma. Ezt már szeretem. Büszke vagyok rátok, fiúk.